kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályu. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályu. Gályu, Gályu, Gályu. Én vagyok! Meseidő van, gyerekek! Nézzük, hogy mit csinált ma Gályu. A következő mesénk címe Gályu sütit süt. Az egész akkor történt, amikor Gályu még csak 3 éves volt. Gályu, maradj csendben, Rózinak pihennie kell. Gályu! De én játszani akarok! Nyugodtan játszhatsz, csak légy szíves, csendben! Gályu úgy érezte, hogy a csend nem olyan élvezetes, mint a zajongás. Gályu! Megkértelek, hogy csendben játsz! Süteményt akarok! Éhes vagyok! Így hát Gályu kiment a konyhába. Méz! Gályu elhatározta, hogy mézes sütit süt. Így hát Gályu el is kezdte a munkát, és csinált egy nagy adag mézes sütit, nagyot, kicsit, laposat és kerekeket. Ó, Gályu, mit csinálsz? Süteményt sütök. Nézd, mit csináltál. Segítenél feltakarítani? Persze, anyu, te és én. Szépen rendbe kell raknunk az egész konyhát. Hol van a szemetes lapát? Megvan! Nagyon ügyes vagy, kicsim. Gályu! Gályu büszke volt magára, hogy segített anyukájának sütni. Anya! Rendetlen vagy. Igazad van, anya is rendetlen néha. Apa, apa, kóstold meg a sütit, vegyél egyet. Ki sütötte őket? Én is, anya segített. Anya, apa, nézzétek! Mit csinálsz, Gályu? Nagy felfordulást! Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályu. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályu. Az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályu. Gályu, Gályu, Gályu. Én vagyok!
Gyertek, gyerekek! Meseidő van! Mi a mese címe, Nagyi? A címe Caillou nem fél többé. Az egész akkor történt, amikor Caillou 3 éves volt. Hinkel bácsi a szomszédban lakott. A gyerekek szerint a házában egy szellem kísértett. Hinkel bácsi háza tényleg rémisztően nézett ki. Ahogy Hinkel bácsi is. Mi az, Caillou? Mi a baj? Hinkel bácsi az olyan ijesztő. Miért mondod ezt? Hinkel bácsi ijesztő. Nézd, el akar kapni. Nem látom. Egyébként ismerem Hinkel bácsit, és ő nagyon kedves. Szia, Caillou! Anya! Szegény Hinkel bácsi szomorú lett, ahogy látta Caillou-t elszaladni. Ne félj, kicsim! Hinkel bácsi bocsánatot kért, amiért megijesztett. Tényleg nagyon kedves. Nem szeretem. Szerintem csak azért félsz tőle, mert nem ismered. Jó napot! Bejöhetek? Persze, Hinkel bácsi. Caillou! Hinkel bácsi szeretne... Caillou! Vajon hova tűnhetett Caillou? Nem tudom. Egy perce még itt volt. Én sejtem. Szerintem bújócskázni szeretne, és én egyszerűen imádok bújócskázni. Merre vagy, Caillou? Aki bújt, aki nem. Hol lehet vajon? Merre bújt el? Caillou, ha-ho, merre vagy? Gilbert, meghallanak. Szerintem Caillou a földszinten van. Már közel járunk. Vajon itt van bent? Nem látom sehol. Nem, nincs itt. Nézzük meg a másik szobát. Már csak egy hely van, ahol Caillou bujkálhat. Szerintem egyre közelebb és közelebb vagyok. Caillou többet már nem félt Hinkel bácsitól. Nos, örülök, hogy összebarátkoztatok. Megint játszani akarok. Én is erre gondoltam, Caillou. De most én bújok el, és te keresel meg. Szeretek veled játszani, Hinkel bácsi. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Caillou. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Caillou. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem. Nagymama, most ebédidő van, nem meseidő. Nos, ez egy történet az ebédidőről és a zöldségekről. Amikor Caillou még csak 3 éves volt, nem nagyon szerette a zöldségeket. Valójában utálta őket. Caillou, edd meg a zöldséget. A nagypapa nem sokára jön, érted? Nem mehetsz a parkba, ha nem eszed meg a zöldséget. Utálom a zöldséget. Csak kis süteményt akarok. A sütemény csak desszert, Caillou.
süteményt, ha megetted a zöldséget. Oh. Én imádom a zöldséget. Edd meg az enyémet, apa. Nem, azt nem lehet. Legalább kóstold meg, Caillou. Itt a nagyapa! Gyere, Caillou, menjünk a parkba! Megyek a parkba a nagypapával! A park után meglátogatjuk a nagyit, aki levest főz nekünk. Hű, egy hernyó! A hernyók leveleket esznek, hogy legyen erejük pillangóvá válni. Pillangóvá válnak? Mit csinál az a madár nagypapa? Kukacot keres, amit megehet. A kukac adja neki az erőt, hogy télen délre tudjon repülni. A mókusok mogyorót esznek, és el is raktározzák későbbre a nagy téli hidegre. Gyere, mókuska! Megjöttünk! Éhesek vagyunk, akár egy medve! Mert valóban medvék vagyunk! Borsó és répa. Finom. A medve bogyókat eszik. Ma a borsó és a répa lesz a mi bogyónk. Medve vagyok! Aznap este Caillou anyukája és apukája elment Caillouért. Hogy viselkedett Caillou? Medve vagyok! Én is medve vagyok. És mindketten ettünk zöldségeket. Bogyókat ettünk, nagyapa. Ami azt jelenti, hogy itt az idő... sütizni! Gyümölcslevet. Oh. Szeretnél játszani velem, anya? Csst, Caillou, dolgozom. 14, 15. Segítsek számolni. 1, 2, 3, 4. Caillou, ez nagyon bonyolult. Biztos tudok segíteni. 16, 20, 1, 2, 3. Haj, ne! Caillou! Nézd, mit csináltál! Caillou, nekem most nyugalomra van szükségem. Nem érek rá játszani. Miért nem keresed meg apát? Talán ő ráér. Caillou az anyukájával szeretett volna játszani. Ki tudja, lehet, hogy az apukája ráér. De Caillou nem tudta, hogy a papája is nagyon elfoglalt. Apa, apa! Hű, elromlott. Igen, elromlott, de megcsináltam. Aj, ne! Pont olyan vagy, mint egy hóember. Nézd, én is hóember lettem. Nézd, apa! Caillou, nekem most sokat kell takarítanom, de egyedül. Miért nem keresed meg a nagyit? Caillou biztos volt benne, hogy a nagymamája meghallgatná, mi történt a mosógéppel. Jó kislány vagy, Rozi. Csukd be a szemed, aranyom. Azt hittem, soha nem alszik el. Ó, végre. Nagyi, Nagyi, nézz ide, hóember vagyok. Ssss, Caillou, ssss. Rozép alszik. Apa javította a mosogatógépet, és a buborékok csak folytak mindenfelé. Mindenhol buborékok voltak. Ssss, Caillou, kérlek, maradj csendben. Felébreszted Rozét. Caillou, Rozinak és nekem most nyugalomra van szükségünk. Miért nem játszol Gilberttel? Gilbert, te játszol velem, ugye?
Talán anya már befejezte a számolást. Sajnálom, Caillou, de most tényleg egyedül kell lennem. Te szeretnél játszani velem? Ez az! Caillou, gyere le, kicsim! Itt az uzsonnád! Caillou olyan jól érezte magát, hogy meg sem hallotta anyukája hívását. Caillou! Minden rendben van? Aggódtunk, hogy teljesen egyedül vagy. Mit csinálsz? Semmit. Csak játszom. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Caillou. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Mesél, Caillou. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy el kell egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Caillou. Caillou, Caillou, Caillou. Én vagyok! Meseidő van. Nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe: Caillou rendbe rakja a játékait. Caillou, hol vagy? Hát, Caillou nem szokott eltűnni, amikor csoki puding van. Így igaz, Caillou imádja a csoki pudingot. Ezt a felfordulást. Mit mondtam neked, Caillou? Nem szabad a lépcsőn hagyni a játékaimat. Caillou jól tudta, hogy nem lenne szabad a lépcsőn hagyni a játékait. Vidd őket a szobádba, Caillou. Kis puding! Imádom a csokis pudingot! Caillou! Gyere ide, kérlek! Fontosnak tűnik. Jobb lesz, ha megnézed, mit szeretne apa. Caillou, mit mondtam, szabad a kocsibe járon hagyni a játékokat? Nem lenne szabad. Így van. Ezért kérlek, rakd el őket. És mi lesz a csoki pudingommal? A csoki puding megvár. Gyere, segít. Habár apukája segített neki, Caillou nem örült a feladatnak. Caillou! Szeretnék beszélni veled. Caillou, össze kell szedned az összes játékot. Utána megeheted a pudingot. Igen, apa. Biztos, hogy minden játékod megvan? Biztos. Nézd! Akkor ideje pudingot enni. Igen! Csoki puding! Hoppá! Szerintem ezt látnod kellene. Tudod, Caillou, neked nagyon sok játékod van, és rengeteg helyet foglalnak. Tudom. És sok régi darab van, amikkel már nem játszol. Mit csináljunk velük? A régieket Rozinak adhatnád. Talán egyet nekiadok, és később még néhányat. Egy nagy doboz kell neked, amiben mind belefér. Segítesz megcsinálni? Hű, persze! Rögtön, ahogy megettem a csoki pudingomat. Így. Ez jó is lesz. Köszönöm, apa. Nézzük, hogy illeszkedik-e a tetejé.
kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkíl egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd, hogy megy nekem, Kályú, 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 Kályú. Én vagyok! Meseidő van, gyerekek! Nézzük, mit csinált ma Kályú. A mai mesénk címe Kályú vezetni tanul. Láttad valahol Kályút? Azt mondta, segíteni akar. Azt hiszem, a kertben van és autózik. Tü-tü! Kályú autózik! Biztosan tudjátok, hogy Kályú imádja az autókat, buszokat és a teherautókat. Itt vagy. Apa! Emlékszel? Megígérted, hogy segítesz. Kályú képzeletben a legfantasztikusabb autót vezette, amit valaha láttatok. Jó napot, oroszlán! Mit csináltam miattad? Hoppá! Apu, tiszta víz vagy, mi történt? Kályú nem is sejtette, hogy apukája miatta locsolta le magát vízzel. Hát, véletlen volt. Viccesen nézek ki. Igen. Szeretnél segíteni? Persze! Vezettem az autót, apa. Komolyan? Igen. Tudod, imádom az autókat. Igen, tudom. Én is szerettem őket gyerekkoromban. És még mindig szereted. Nézd, anya! Az egész csak úgy csillog és villog. Akkor mire várunk még? Irány a part. Menjünk piknikezni. Jó napot, oroszlán úr! Én is vezethetek, ha nagyobb leszek, apa. Megtanítasz majd? Persze, Kályú. Természetesen. Ez volt Kályú első napja, és egy picit ideges volt. Én is, Kályú, de tudod, anyának dolgoznia kell. És az óvoda jó is lehet. Hallod? Jó napot, Ann Martin vagyok, az óvónő. És biztos te vagy Kályú. Kályú félt és szégyenlős volt. Nekem most mennem kell, kicsim. Vissza!
visszajövök, Kájú. Ne szomorkodj. De még Kájú anyukája is szomorú volt, hogy ott kellett hagyni a Kájút. Tessék, Kájú, így áll egy kis almalevet. Szeretnéd, hogy bemutassalak a többieknek? Rendben, majd ha megittad az almalevet. Hé, hey, azok az én legóim! Anya! Az anyukád elment. Szia! Én Clementine vagyok. És te? Kájú. Ő Liu. Nem szeret osztozkodni. Akarsz játszani? Én formákat vágok. Nézd! Ez egy alma, egy banán, és ez mazsolás túszt. De nem lehet megenni őket, nem igaziak. Tetszik az óvoda? Jobban szeretek a nagyinál lenni. Ő vigyáz rád, amikor a szüleid nem érnek rá. Ő festő, és nála játszhatok festékkel, ecsetekkel, papírral, krétával és sok színes ceruzával. Ez mind van itt is. Hűha! Azt hiszem, festek egy madarat. Én pedig vágok neki ennivalót. Kukacokat! Szép kis madárka. Megtanítanál ilyen szépen festeni? Persze, Liu. Ha te is megtanítasz minket kastélyt építeni. A kastélyoknak sok tornya van. A kukacnak kanyargósnak kell lennie. A madárnak pedig szép pirosnak. Tessék, Liu, a kastély zászlóját te csináld meg. Kájú! Ezt a tornyot még tovább kell építeni, még magasabbra. Kájú annyira élvezte a játékot, hogy észre se vette az anyukáját és az apukáját. Nézzétek, kastélyt építek! Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Gyertek, meseidő van, gyerekek! Kájú nem tűnik túl boldognak. Vajon miért? A mai mesénk címe Kájú beáll a cirkuszba. Hey! Gilbert, egy tigrisről álmodtam. Apa, elvisz ma a cirkuszba. Megígérte. Teljesen egyedül fogok felöltözni. Apa annyira örülni fog neki. Apa! Jaj, ne! Elfelejtettem fogat mosni. Nézd! Teljesen egyedül öltöztem fel. Ó, azt látom. És nagyon ügyes voltál. De még korán van. Nem akarok elkésni a cirkuszból. A cirkuszból? Nem, Kájú, az nem ma lesz. A cirkusz csak holnap nyit. Nem, nem. Ma van. Fel is öltöztem. Ma van. Gyere, Kájú, menjünk le és csináljunk reggelit. Buta, buta, buta!
Kájúnak nagyon elromlott a kedve, amiért nem mehetett a cirkuszba. Kájú, hagyd ezt abba! Felébresztetted Rozit. Gyere le a földszintre, most rögtön. Még Kájú apukája is kezdett dühös lenni. Miért nem mehetek a cirkuszba? Menni akarok a cirkuszba! Csináljunk szendvicset. Kacsa formára vágjuk, ahogyan a nagyi. Nem! Én nem akarok kacsákat csinálni. Az gyerekeknek való. Rendben. Egy cirkuszi reggeli tetszene? A szendvicsek lehetnének cirkuszi állatok főtt tojással. De várjunk csak. Valamit elfelejtettünk. Valamit, amit az állatok előtt kell csinálni. Vajon mi lehet az? A parádé. A cirkuszi parádé. Hát persze, ez az. Hozom a tojást. Oh! Oh, szólhattál volna, hogy fel akarod ütni. Nem az én hibám. Tudom, Kájú. Senki sem hibás. Egyszerű baleset volt. Apa, a szendvicsek! Ah, forró, forró, forró! Au, au, au! Feléphetnél a cirkuszban, apa! Ügyes zsonglőr vagy! És Rozi lehetne a bohóc? Mi van itt? A cirkuszban vagyunk! Szeretnél parádézni velünk, anya? Ó, te leszel az a néni, aki lovagolni szokott. Nem hiszem, szívem. Azt hiszem, az a néni leszek, aki visszafekszik az ágyba. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság van. Sok bohóság, várd meg, hogy mit mesél Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem Kájú, 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 Kájú. Én vagyok! Meseidő van, gyerekek! Ez még akkor történt, amikor Kájú csak 3 éves volt. A mai mesénk címe Kájú fél a sötétben. Jó éjszakát, Kájú! Álmodj szépeket! Aludj jól, és ne hagyd, hogy a bogarak bántsanak! Rendben! Jól vagyok, nincsenek is bogarak. Gonosz bogarak! Anya! Mi a baj, Kájú? A bogarak! Látod? Eltűntek. Csak árnyékok voltak. És mi lesz a kapirgáló szörnyel? Én nem hallok semmit. De van itt egy kapirgáló szörny. Mindig kapar valahol. Elhiszem, hogy talán hallottál valamit. De nem kell félni a szörnyektől. Tudod miért nem? Mert szörnyek nem léteznek. Csak a képzeletedben. Jó ét, kicsim. Nem félek a szörnytől, nem félek a szörnytől. Apa! Semmi baj, Kájú. Ez csak a játékod, Snacky. Igen, de volt itt egy repülő szörny, és a kapirgáló szörny is a szobámban van. Talán csak azt hitted, hogy hallottál valamit. Nem találok semmit. De a kapirgáló szörny ezt csinálta. Próbáld a zenedobozt hallgatni, az kellemes hangokat ad, amíg alszol. Jó ét, Kájú. Ah!
széltől a faágak nekiverődtek az ablaknak. Ez adta az ijesztő hangokat. Látod, kicsim? Előfordul, hogy a hétköznapi dolgok ijesztőek. Akkor a kapirgáló szörny csak a fa volt? Oh. Nézzétek, a kapirgáló szörny! Ez nem is szörny volt, hanem Gilbert. Ez a macska? Most már nyugodtan alhatsz, kicsim. A Maci segít majd. Remélem nem lesz több ijesztő hang. Teddy biztos előzi az ijesztő hangokat, és többet nem hallod őket. Jó ét, jó ét, Kájú! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Valami baj van, Kájú? Szomorúnak tűnsz? Nincs senki, akivel játszhatnék. Nincsenek barátai? Nem, nincsenek. Abban a pillanatban Kájú komolyan úgy gondolta, hogy nincsenek barátai, és ettől még szomorúbb és magányosabb lett. Biztosan van néhány barátod? Lássuk, találunk-e egyet? Mi a helyzet például Clementine-nal? Clementine imádja a cukrot. Kérhetek? Nem. Jól van. Kérsz? Jaj, ne! Összegyűjtöm a sárgákat egy sorba. Kájú, az a cukor a földön volt, nehogy megedd. Várj csak, nálam van még. Ezek tiszták. Nos, ez már egy barát. Van más is? Én nem hiszem. Lássuk csak. Mi a helyzet például Leóval? Leó vicces. Mi olyan vicces, gyerekek? Semmi, anya. Nos, ez már két barát. Van még más is? Nincs. Komolyan? Na és Gilbert? Ő nem a barátod? De! Kájú elfelejtette Gilbertet. Természetes, hogy ő is a barátja volt. Igen, Gilbert, a barátom vagy. Kájú sokkal-sokkal boldogabb lett. Először azt hitte, hogy nincsenek barátai. Most arra kiderült, hogy három is van. És most, hogy tudta, hogy van három barátja, Kájú azon gondolkodott, hogy van-e még több is. Rozi a húgom nagy ide, egyben a barátom is. Ahogy mondod. Kájú! Jó napot, szomszédok! Jó napot, Hinkl bácsi! Hinkl bácsi is a barátom. Sok barátom van, ugye, nagymama? Igen, ahogy mondod. Nézd csak, kik jönnek. Anya és apa! Anya, apa, a barátaim vagytok, ahogy Rozi, Gilbert, Hinkl bácsi, Clementine és Leo is. Ők mind a barátaid? Igen. Nem felejtettél el valakit? Ő, te! Te is a barátom vagy, nagymama. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy
Remélem, ettől jobban leszel. Meseidő van. 3 évesen Caillou-nak egyszer nagyon fájt a füle. A mai mesénk címe pedig Caillou elmegy az orvoshoz. Nem akarok bemenni az orvoshoz, anya. Miért nem, Caillou? Az orvos bántani fog. Már sokkal jobban vagy, most nem fog fájni. Caillou, a doktornő már vár téged. Gyere szépen, Caillou, a doktornéni kedves. De én nem szeretem. A dinoszauruszom meg fogja harapni. Caillou. Szia, Caillou. Örülök, hogy újra látlak. Nézzük csak, hogy van a füled. Vizsgáljuk meg. Ne! A dinoszauruszom meg fogja harapni. Ó, tehát a dinoszauruszod nem örül nekem. Zavarná, ha belenéznék a füledbe? Legutóbb, amikor Caillou a doktornéninél volt, nagyon fájt a füle. Szóval, ha jól látom, ez az, ami zavar. Fáj, amikor bedugja a fülembe. Szeretnél belenézni, Caillou? Nagyon érdekes. Rendben. Nos, belenézhetek a füledbe? Már jobban vagy, nem fog fájni, mint legutóbb. Rendben. Nagyon szépen gyógyulsz. Egy-két nap, és minden rendben lesz. Jaj, ne! Nem fog megharapni, ugye? Ó, értem már. Azt szeretnéd, ha az ő fülét is megvizsgálnám. Igen. A megfelelő kezelésben részesítette Caillou főorvos úr. Szép munka, főorvos úr. A dinoszaurusza sokkal jobban van. Mikor Caillou főorvos úr hazaért, alig várta, hogy találjon valakit, akinek fáj a füle. Vittes füled van, Gilbert! Bele akarok nézni a füledbe! Történet tetszeni fog. Szabad lesz. És most nézzük, hogy mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou a nagy testvér. Az egész akkor történt, amikor Caillou nagyon kicsi volt, nagyjából 2,5 éves. Lesz egy kis húgom, mama? Nem sokára, Caillou. Holnap bemegyek a kórházba. És a nagyi fog rád vigyázni. Pár nappal később Caillou nagyon izgatott volt, hisz első találkozását várta Rosival. Anya itt van! Apa itt van!
jöttünk. Mind a hárman. Köszönjük is húgodnak, Caillou. Ő itt, Rozi. Caillou nem tudta, hogy szereti-e Rozit. Ó, milyen gyönyörű. Egyszerűen elragadó. Hát nem imádni való. Ő az én kislányom. Rozi nem volt túl boldog, ahogy Caillou sem. Senki sem figyelt rá. Úgy érezte, csak Rozival foglalkoznak. Caillou olyan szomorú volt, hogy már a babáját sem szerette. Szeretnéd ringatni, Caillou? Nem. Caillou úgy érezte, nem kedveli Rozit. Rendben. Talán később. Caillou apukája nem örült, hogy Caillou megcsípte Rozit. Caillou, miért csináltad ezt vele? Nem szeretem Rozit. De miért nem? Rozi nem játszik velem. Hisz csak egy baba. Még túl kicsi ahhoz, hogy játszom veled. Nem könnyű idősebbnek lenni, ugye? De mivel te vagy az idősebb, meg tudod védeni Rozit, hisz ő olyan kicsi. Például segíthetnél nekem. Ezt nem tudom egyedül megcsinálni. Caillou, ide adnád a pelenkát? Te is elhanyagolva érzed magad mostanában, ugye, Gilbert? Jobban vagy? Igen, segítettem apának. Szeretnéd megfogni? Igen, anya. Vigyázz a fejére. Mi az, Caillou? Rozinak jó illata van. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette. Ébresztő! Esik a hó, nézd! Éljen! Hóembert akarok csinálni! Először öltöz fel! Hol vannak a pulcsiaid? De én ebben akarok kimenni! A rövid nadrágban mész ki, úgy fogsz fázni, mint egy hóember! Elfogyott a kukoricapehely! Veszünk, ha elmegyünk vásárolni, és tojásra is szükségünk lesz, mert egy különleges meglepetést sütök. Különleges meglepetést? Caillou és Rozi mindig is szerette anyukája meglepetés süteményeit, bár előre sosem tudta pontosan, mi lesz az. Caillou, ideje indulnunk az üzletbe, öltöz fel! De anya, én a dinoszaurusszal akarok játszani. Játszhatsz vele később is, gyere, csak rád várunk. Caillou szeretett vásárolni, de mindig sok idejébe telt, míg elkészült, mert játszani is szeretett. Caillou, szállj be a kocsiba! Építünk hóembert! Nos, igen, ami azt illeti, igen. Ez az, egy hóember! De most indulnunk kell. Anya, én is úgy akarok utazni, mint Rozi. Jól van, de induljunk, mert nem lesz időnk a hóemberre. Én ezt kérem.
Kájú, meglepetés süteményt készítek, emlékszel? Nem kell mellé több süti. Jó? Mi lesz a meglepetés sütemény? Ha megmondom, oda a meglepetés. Ha a pénztárnál leszünk, neked kell figyelni Rozira, amíg én fizetek. Kájú csak azokra a süteményekre tudott gondolni, de nem emlékezett, hogy hol látta őket. Mielőtt feleszmélt, már el is tévedt. Egyedül volt és félt. Anya! Anya, hol vagy, anya? Kájú, mi történt? Elmentél! Nem, Kájú, te mentél el, de nagyon örülök, hogy megvagy. Menjünk haza! Kájú még mindig dühös volt, de örült, hogy újra a mamájával és Rozival lehetett. Tudod, anya, megijedtem, amikor elvesztem. Én is nagyon megijedtem, kicsim, ezért vigyázzunk, hogy ne forduljon elő többé. És most fejezzük be a meglepetés süteményt, jó? De én hóembert akartam csinálni. Hóembert fogunk csinálni, csak épp itt a konyhában, nem odakint. A különleges meglepetés, de jó! Kájúnak és Rozinak teljesen igaza volt. Kitalálták, hogy mi lesz anyukájuk meglepetése. Anya, nézd! Ez egy igazi hóember! Ó, akkor biztosan fázik. Adjunk neki egy sálat. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság vár rám, sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Gyerekek, itt az ideje, hogy meséljek nektek. Gyertek! Kájú még csak 3 éves volt. A mai mesénk címe: Kájú a fürdőkádban. Ne! Kájú, ideje megfürödnöd. Komolyan mondom, nem fogok veled játszadozni. Kájú nem akart fürdeni. Hová tűnt? Vajon hol lehet ez a kisfiú? Oh. Hol lehet, Kájú? Aha! Hát itt vagy, Kájú. Ideje fürdeni. De én nem akarok fürdeni! Túl meleg a víz, anya! Rendben. Túl hideg a víz, anya! Mégis hová szaladsz, fiatalember? Megyek játszani. Játszhatsz később is. Most fürdened kell, hogy tiszta legyél. De én nem akarok tiszta lenni. Ne! A tisztaság nem vicces. Próbáljuk ki a habfürdőt. Biztos nem fog fájni. Szeretnél buborékokat, Kájú? Nem. Add a kezed. Hát nem mókásak. Hirtelen Kájúnak eszébe jutott a kiskacsája, és eszébe jutott, hogy Rozi szobájában hagyta. Ó, ne, már megint! Kájú, gyere vissza! A kiskacsám! A kacsa buborékokat csinál! Sok buborékot! Nagy buborékot! Talán ez is segít, hogy több legyen. Kájú rájött, hogy a fürdés lehet élvezetes is.
megtanulta, hogyan kell buborékot csinálni. Nézzétek! Sok-sok buborékot csinálok! Hé, hol van Kájú? Itt vagyok, én vagyok az. Hol van a kacsám? Ne aggódj, kis kacsa, megmentelek. Anya, apa, vizesek vagytok. Kájú úgy találta, hogy a fürdés nagyon is mulatságos. Jól van, Kájú, ideje kijönni. Nem akarok, a kádban akarok játszani. Rendben, akkor holnap is szeretnél a kádban játszani. Igen, én is a kacsám, meg a sok-sok buborék. Így szerette meg Kájú a fürdést. Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Kájú. Nézd, mennyi újdonság vár. Sok bohóság, várd meg, hogy mit mesél Kájú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem Kájú. Kájú, Kájú, Kájú. Én vagyok! A mosógép lejárt. Ideje lazítani, gyerekek. Meseidő van. Nos, nézzük, mit csinált ma Kájú. Ó, igen. A mai mesénk címe Kájú felöltözik. A mosás nagyon sokáig tartott Kájúéknál, ezért Kájú... Nos, Kájú szorgalmasan segített. Az ajtó. Most nem érek rá játszani, Gilbert. Nézd, mit hoztam, anya. Köszönöm, Kájú. Ügyes nagyfiú vagy. Kájú nagyon büszke volt, hogy segített. Jó érzés volt. Hé, anya! Most néz rám! Oh! Kájú! Talán jobb lenne, ha felmennél. Kájú úgy gondolta, ha elég nagy, hogy segítsen anyukájának mosni, akkor elég nagy, hogy egyedül felöltözzön. Csak egy baj volt. Az összes ruháját levitte mosni, így nem tudott mit felvenni. Ne! Kájú! Felébreszted Rozit. Miért vagy pelenkában? Nincsenek ruháim. Az nem lehet. Rengeteg ruhád van. Istenem, igazad van. Tudom már, játszunk valamit. Adok ruhát. Nem hordhatok felnőtt ruhát, apa. Miért nem? Túl kicsi vagyok. Azt majd meglátjuk. Igen, meg is vannak. Pont jó lesz. Lenne olyan kedves uram, és felpróbálná ezt? Csíkis! Kalapot is kaphatok! Hadd nézzem, hadd nézzem! Vár csak, még hiányzik valami. Akár egy igazi úri ember. Nagyon tetszik a bajuszom, apa! Látod, hogy nem vagy kicsi a felnőtt ruhákhoz. Igen! Kájú, milyen szépen felöltöztél. Annyira édes vagy. Szeretnék egy képet kettőtökről.
Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.